Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, mai szentmisét elhunyt testvéreinkért, Mariettért és Ferenc testvérünkért ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt ezen a szentmisén. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen, nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Hadd megkérünk mindenható Istenünk, hogy akik az Úr föltámadásának kegyelmi erejét megismertük, a szeretet lelkének erejével új életre támadjunk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. A jeruzsálemi keresztény üldözés idején Saul még mindig dütől lihegve halálra kereste az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz és arra kérte, adjon neki ajánló levelet a damaszkuszi zsinagógához. Az volt a szándéka, hogy elfogja és Jeruzsálembe viszi azokat a férfiakat és nőket, akikről kideríti, hogy az új hit követői. Már közel járt Damaszkuszhoz, amikor egyszerre mennyei fény vette körül.
földre esett, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre ő megkérdezte, ki vagy te, Uram? A hang folytatta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Állj fel, menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Az útitársak ijedtükben némán álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, kinyitotta a szemét, de semmit sem látott. Kézen fogva vezették be Damaszkuszba, 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Élt akkor Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány. Látomásban így szólt hozzá az Úr. Ananiás, itt vagyok, Uram, felelte. Az Úr pedig folytatta. Menj az egyenes utcába, keresd meg Júdás házában a tarzusi Sault. Nézd, éppen imádkozik. Ugyanekkor Saulnak is látomása volt. Ananiás látta, hogy belép ő hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje a látását. Ananiás ekkor így tiltakozott az Úr előtt. Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyi gonoszságot követett el Jeruzsálemben, szentjeid ellen. Felhatalmazása van a főpapoktól, hogy itt is elfogjon mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet. Az Úr ezt válaszolta neki. Menj csak, mert őt választottam eszközül, hogy hirdesse nevemet a pogányoknak, a királyoknak és a választott népfiainak. Megmutatom majd neki, mennyit kell értem szenvednie. Ananiás elment. Belépett a házba, rátette kezét Saulra, és így beszélt hozzá. Saul testvér, Urunk Jézus Krisztus, aki megjelent neked idejövet az úton, ő küldött engem, hogy visszanyerd látásodat, és eltelj szent lélekkel. Hirtelen, mintha valami hályokféle hullott volna le a szeméről. Visszanyerte látását. Megkeresztelkedett, majd ételt vett magához, és erőre kapott. Néhány napig a damaszkuszi tanítványok között maradt, aztán hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Ez az Isten igéje. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Dicsérjétek az Urat minden népen, magasztaljátok őt minden népen.
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Amikor Kafarnaumban Jézus az élet kenyerének mondta önmagát, vita támadt a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk, kérdezték. Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez a mennyből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, aki engem eszik, általam él, mondja Jézus. Hogy megértsük ezt a mondatát Jézusnak, egy kicsit gondoljuk végig úgy egészében a történetet. Ott kezdődik minden, ugye, hogy Isten van, és Isten a szeretet. Isten tökéletes és teljes szeretet. És Isten, aki maga végtelen, az ő szeretete is végtelen. És ő szent háromság, azaz szeretet közösség. Istenben élet van, mégpedig isteni élet. És ez az isteni élet, ez a szeretetben való élet. Isten belső élete egy szeretetteljes élet. Az atya szereti a fiút végtelenül. A fiú végtelenül szereti az atyát, válaszol az atya szeretetére. Ugyanazzal a szeretettel szeretik egymást. Őt hívjuk úgy, hogy szent lélek. Istenben tehát élet van, egy szeretet kapcsolat, és Isten végtelenül élettel teli. Mi magunk is tapasztaljuk azt, hogy ahol szeretet van, ahol őszinte igazi szeretet van, ott valahogyan élet van, az olyan élettel teli állapot, ahol szeretet van. És aztán az Isten emberré lett, eljött hozzánk, megtestesült, és emberként éli ezt a szeretetteli életet. Mégpedig ezt az isteni szeretetet. Megéli emberként az atyával való kapcsolatot, ezt a végtelen szeretet kapcsolatot, megéli az atyával, és kiárad ez a szeretet a mi irányunkban is, mert értünk és miattunk lett emberré, és miattunk éli az ő emberi életét, és ez a szeretet, ez a végtelen szeretet, ami az atya és a fiú között árad, ez kiárad mindannyiunkra. Isten tehát azzal, hogy emberré lett, ezt az isteni életet lehozta ide a földre. És aztán ez az isteni élet végső soron abban nyilvánult meg leginkább, ott mutatkozott meg teljességgel, hogy mi lakik ebben a názáreti Jézusban, vagy úgy is mondhatnám, hogy mi lakik a Szent Háromságban. Olyan szeretet van a Szent Háromságban, Isten annyira szeretett, hogy kész volt az életét adni értünk. Meghalt értünk a kereszten. Ebben mutatkozik meg Istennek a nagy-nagy szeretete az irányunkban. Hogy annyira szeret bennünket, annyira szereti az atya a fiút, a fiú az atyát, hogy az életét adja a fiú az atyáért. Annyira szeret bennünket az Úr, hogy az életét adja értünk. Az isteni szeretet az ilyen. Kész az életét is odaadni a másikért. Ez a szeretet van ő benne. És ettől olyan élettel teli az Úr Jézus. Meg maga a Szent Háromság is. És az evangéliumban pedig most azt halljuk, hogy aki engem eszik, az általam él. Na, itt kezdődnek az érdekes dolgok. Aki engem eszik, az általam él. Most magunkhoz fogjuk venni az Úr Jézust. Ez a kicsi ostya, ez nem más, mint a végtelen mindenható Isten.
aki úgy szeret bennünket, hogy az életét odaadta értünk. Ha te most őt megeszed, akkor neked olyanná kell lenned, mint ő. Akarod ezt? Ezt várod Jézustól? Sok esetben azt hiszem, mást várunk tőle. Úr Jézus, én imádkozom, én magamhoz veszlek téged, ugye remélem, hogy akkor majd szép életem lesz. Remélem, hogy összejön ez vagy az a dolog az életem során, hiszen hát jövök és ezénként rendszeresen áldozom, csak megteszed nekem ezt vagy azt vagy amazt. És akkor azt mondja Jézus, hogy hát a gyermekem, hát te a szeretetet eszed, nem akarsz szeretetté válni? De igen. Hát de hogyha szeretetté akarsz válni, akkor nem azt az életet akarod élni, amit én? De igen. És akkor nem akarnád odaadni az életedet az atyáért, értem? És embertársaidért? Na itt már nem biztos, hogy azt mondjuk, hogy de igen. Na de hát ez az isteni élet. Ezért vesszük magunkhoz az oltári szentségben Krisztust. Tehát ez nem egy kiegészítő eleme a liturgiának. Nem egy ilyen kis plusz valami ajándék a szentmise végén, hogy hát egy kedves gesztus, hogy egy kis ostját mindenki kap, és ez olyan barátságos dolog, és akkor utána hazamegyünk, hanem magát, az élő Istent vesszük magunkhoz, aki ezt a mindenséget alkotta. Őt esszük, hogy olyanok legyünk, mint ő. Ha ezért akarunk szent áldozáshoz járulni, akkor gyümölcsöző lesz a szent áldozásunk. És Isten az ő isteni életét és az ő végtelen szeretetét valóban be fogja önteni a szívünkbe. Amen. Testvéreim, esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hitereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani. Imádkozzunk Szentatyánkért, Ferenc pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Imádkozzunk egyházmegyénkért, Péter főpásztorunk atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk egyház községünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntögését. Kérünk téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejét. Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazunk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk. Adj üdvösséget Mariett és Ferenc testvéreinknek, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mint a nyírunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül fölajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan párt fogol minket. Föláldozva önmagát nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálát hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Gábor és Balázs segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására.
könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, első remete Szent Pállal, rendünk pátriárkájával, boldog Özséb atyánkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Isten üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.
tiéd akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát. Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Mennyei atyánk, gondviselő Istenünk, köszönjük, hogy te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvalva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük fiadat, Jézus Krisztust. Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közben járására, Szent Atyánk Ferenc pápa közelgő látogatása, legyen kegyelem és erőforrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.